Egy hangfelvétel szerint a 2010-es önkormányzati választás során Kiskunfélegyházen a fideszes jelölt győzelme érdekében autókkal szállították Lánc szavazni a kiskunfélegyházi romákat. A felvételen Ajtai Tibor, a Bács-Kiskun megyei Fidesz választmányi tagja, a megyei cigány önkormányzat elnöke hallható, aki azt mondta, a Lánc szavazást mesteri módon végrehajtották, de a jelöltnek nyújtott segítséget mégis élete legrosszabb döntésének tartja. Juhász Péter a vendégem, jó estét kívánok! Üdvözlöm. Én nagyon nehezen tudtam itt a nyomon követni, hogy egyszer van Ajtai Tibor, idáig stimm még a történet. Ő beszél a hangfelvételen, amit mindjárt meg is mutatunk a nézőknek. Aztán ő azt mondja, hogy őt rá akarta venni a Kapus Krisztián, vagy a Dósai Bence, vagy a, van Csőle Ivet, Kerényi János, régió párt. Én elveszítettem a fonalat, különösen annak fényében, hogy aztán Ajtai Tibor azt mondta, hogy ez csak egy próbahang felvétel volt, hogy gyakorlatilag visszavonta azt, hogy ő ennek részese volt ennek a választási valamiféle csalásnak, láncszavazásnak. Igen, én nem tudom, hogy készült maga az eredeti felvétel, de ezek kapcsán el tudom képzelni, hogy A. nem tudott róla, és ezzel védekezik, B. rájött azóta, hogy az életével játszik. Tehát itt a nagy politikában azért, hogyha egy ilyet valaki így kiborít, egy ilyen környezetben, mint ami zajlik, akkor az valószínűleg azért komoly fenyegetéseket kap utána. Itt térjünk el a személyétől, azt hiszem, mert hogy én ugye 4 éve gyakorlatilag kizárólag szegények lakta vidékeket jártam Magyarországon jogvédőként, és most, hogy kijött ez a hír, én fölhívtam az ottani kapcsolataimat, ismerőseimet, hogy ment ez tényleg náluk, és gyakorlatilag szó szerint ugyanerről számoltak be. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez nem egy egyedi eset, hanem Lungodrom vagy Fidesz, nem lehet tudni, hogy melyik, megrendelésére több helyen ugyanilyen módszerrel, ez a láncszavazás módszerével szavazatokat vásároltak. Ebben nem az a borzasztó, hogy megmutatja valaki azt, hogy kire szavaz, hanem az, hogy egy párt vagy annak egy szervezete központilag irányítva, megzsarolva, ígérgetve embereknek megvásárolja a szavazatokat. Ez semmiképp nem nevezhetjük de az, demokratikus választásnak. Hurcolják a szavazókat, de ebben mi a láncszavazás? A láncszavazás lényege az az, hogy a nevében is benne van, hogy egy lánc kerekedik ki az egészből. Úgy néz ki, hogy az első embert beküldik, aki semmi más nem tesz, nem adja le a szavazó ciruláját bent, hanem kihozza üresen. Neki ennyi a dolga, megkapja a pénzét a kocsiban. Tehát mindenki ellenőrzötten akkor kap pénzt a szavazatáért, amikor bizonyítva van, hogy elvégezte a munkát. A második ember az, hogy ott a kocsiban behúzzák szépen az X-et a megfelelő rubrikába, amit egyébként a megrendelő ugye utasít. A második embernek az a feladat, hogy ezt a szelvényt dobja be a szavazóhelyiségben levő ládába, bemegy, bedobja, és kihozza a saját üresen, amit majd a harmadik fog ugyanilyen módszer, és ettől lesz lánc, ugye mindenki az előzőjét dobja be, így ellenőrizhető az, hogy kire húzták be a szavazatot. Tehát ebben nincsen rizikó, tehát nincs az, hogy Juhász Péter, bár jól megbíztuk, odavittük autóval, mondtuk, menjél be, aztán húzd be az X-et. És akkor utána nem tudjuk, hogy Juhász Péter tényleg a függöny magányában, vagy a fülke magányában odahúzta-e. Így viszont 1000%, hiszen így, már pontosan. Egy kész beixelt papírt adunk az illetőnek. Pontosan. De még egyszer mondom, tehát hogyha ott azt veszük, ahol most tartunk a mai napon, akkor Ajtai Tibor, aki ugye a cigány önkormányzat elnöke, megyei cigány önkormányzat elnöke, azt mondja, hogy ez nem is igaz, tehát hogy ezt így mondatták vele, mert valakit ezzel kompromitálni akartak, tehát hogy akkor a feljelentésük, amit megtettek, vagy meg fognak tenni, az nem oka fogyott, hiszen az érintett, vagy a bizonyíték, az már nem bizonyító erejű, hiszen az illető visszavonta. Közeljük meg máshonnan, tehát mondom, ne a személyéről beszéljünk, én nem hiszem ezt a védekezést egyébként, tehát hogy nem mond az ember ilyet csak úgy magnó felvételre. Zárója egyébként pont a mai nap folyamán Ausztriában ítéltek el egy politikust korrupciós ügyben egészen hasonló hivatkozással. Nem fogad el a bíróság ugyanezt az érvelést gyakorlatilag, de a lényeg, hogy ez majd a bíróság eldönti, hogy elfogad-e egy ilyen védekezést, vagy pedig hitelesnek tartja. De én inkább a nézőkhöz fordulnék, azokhoz, akik egyébként nyilvánvalóan sokan vannak, akik átélték maguk ugyanezt. El tudom képzelni, hogy náluk is vannak hasonló felvételek, el tudom képzelni, hogy náluk is vannak hasonló történetek, amit akár
itt újságírói feladat lesz az, hogy utána menjenek, de vállalva el tudják mondani. Tehát mondom, én ma akikkel beszéltem, ez több megye, ahol érintettekkel beszéltem, ugyanerről számoltak be. Tehát itt jön a civil aktivitás lényege, azt hiszem, így lehet ennek a kormányzatnak hogy megállt parancsolni, hogy az ilyen jellegű, hát vérlázító, hát azt gondolom, hogy ezen múlik a választás. Hol volt a civil aktivitás 2010-ben? Hát ezek az ügyek miért nem bukkantak akkor? Mert valószínűleg az kell, hogy legyen egy szikra. Ez lehet egy szikra. Én ebben bízom, hogy nagyon sokan rájönnek, hogy hát velünk ugyanezt történt, hogy úgy került ez a kormányzat hatalomba, hogy gyakorlatilag sok helyen elcsalta a választást. Hát akkor nézzük meg, hogy gyűjtsük össze a bizonyítékot. Aki tud erről, fordulok szívesen nézőköz, nem tudom, hogy lehet-e ilyet, de kérem, hogy küldj el. Elnézést kérek, akkor én sem szoktam, hogy mondjam, ennyire felindult lenni, csak néhány esetben. Oké, volt már ilyen. Nincs is itt Szanyi Tibor. Igen, ez azt hiszem durvább ügy, mint az volt. Tehát, hogy a lényeg, hogy én azt hiszem, hogy az lenne a legfontosabb, hogy tényleg vegyék a bátorságot azok az emberek, akik erről tudnak, akik tudomással bírnak. Tanuk bőven elég egy ilyenhez, hogyha ez három ember állítja, hogy vele ez történt, az el tudja mondani, nem kell, hogy papíron legyen, de zárójelben megjegyzem, hogy olyanról is beszámoltak nekem a mai telefonok alapján emberek, hogy gyakorlatilag az ígéretekről viszont papírok születtek. Tehát amikor az összes cég, ami megkapta azt, és ez volt állítólag az a, hogy mondjam, utolsó löket számukra, amiért a vezetők közül nagyon sokan hajlandóak voltak belemenni még akár abba is, hogy szervezték ezt a dolgot, hogy beígértek nekik több százezer forintos állásokat, hogyha nyer a Fidesz. Farkas Flóriánról talán emlékszik, maga is, de szerintem a videó megosztókon megtalálható ma is, a 2010-es önkormányzati választásoknál kiszivárgott egy hangfelvétel szintén, amely ő elmondta a CKÖ elnököknek, hogy csak rajta keresztül fognak pénzhez jutni az CKÖ-k. Azt kevesen tudják Magyarországon, hogy úgy mondom, hogy nem nagyon foglalkozunk ezzel a témával, hogy egy cigány kisebbségi önkormányzat összesen 206 ezer forintból gazdálkodik egy évben. Tehát ezt most osszuk vissza gyorsan, ebből ugye van 5 képviselője, fenntart egy irodát, telefonszámlát fizet, havi 15 ezer forintból. Tehát, hogy ezt, vagy bocsánat, igen, tehát, hogy kb. Ennyiből. Nyilvánvalóan ez nem elég. Innentől egy ilyen ígéret, hogy te majd állást fogsz kapni, fent tudod tartani azt az érdekképviseletet, és nem tudom én, ez bőven elég lehet arra, hogy higgyenek, bízzanak ebben az emberben, és adott esetben, aki nem egyenes úton jár, az még sokkal hajlandóbb lesz egy ilyet is elkövetni. Én azt gondolom, hogy ez vérlázító azok, akik vásárolják a szavazatokat, azok, akik eladják azok a nyomorúságban élő és tengődő emberek, akik vagy zsarolásnak engedve, vagy a pillanatnyi haszonszerzés reményében tévesen lépnek. Nagyon rövid a hangfelvételnek egy részlete, de ezt megmutatjuk a nézőknek is, hogy hallgassuk meg együtt. Van egy mondat rész, ami megint érdekes, hogy arról külön beszéljünk, hogy akkor most megmutatjuk önöknek, hogy miről beszéltünk eddig. 11 autóba hordtuk őket be. Szállítottam. És megmondták, te igazad. Itt a listán, nem kell csinálni, semmit itt van. Mondom, az életem a legrosszabb döntése volt, megcsináltuk a láncszavazást mesteri módon. Ez a bizonyos, az életem legrosszabb döntése volt. Tehát, hogyha ott valaki, nem tudom összerakni a képet, tehát valaki azzal dicsekszik, hogy megcsináltuk mesteri módon a láncszavazást, és igen, a Fidesznek is besegítettünk, akkor mi mondja, hogy ez volt életem legrosszabb döntése? Tehát ilyen zavaros ez az egész. Hát most innentől én csak feltételezni tudok, de azt gondolom, hogyha valaki, hogy mondjam, elkövet egy bűncselekményt valaminek a hatására, és utána még át is verik, tehát hogy nem kapja meg azt az állást, amit ígérnek neki, nem kapja meg azt a juttatást, amit azért a bűncselekmény elkövetésére ígértek, akkor én azt hiszem joggal gondolhatja, hogy élete legrosszabb döntése volt, hiszen belekeverte magát egy bűncselekménybe mások érdekében. Ennek a haszonélvezői nem ő, nem ezek az emberek, akik leszervezték, hanem az a párt, amelyik ezáltal szavazatokhoz jutott. De azt mondja, hogy beszélt ottani emberekkel, az például kiderült, hogy itt hát hallottuk, hogy ígértek valamit azoknak, akik ebben részt vettek ebben a láncszavazásban, aztán nem kapták meg. Tehát ezt mondták. Persze, a Kiskunfélegyházáról? Mondom, kiment minden önkormányzathoz levél, amiben ígérték a helyi vezetőknek, hogy álláshoz fognak jutni, hogy minden CKÖ vezetőt főállásban föl fog venni az országos cigány kisebbségi önkormányzat. Jó, de az nyilván nem volt ott, hogy ha részt vesztek a láncszavazásban. Ezt mondom, hogy jön egy ígéret, aha, írásban, az akkor egy hivatalos ígéretnek tűnik, majd elmegy valaki, és szóban azt mondja, hogy figyelj, itt van hány ember tudsz te behozni láncszavazásra, itt van annyiszor 2000 forint, jó, és láttad a papíron, kiküldtük, hogy te majd egyébként megkapod az állást, hogyha mi hatalomra kerülünk. Na és ezek nem valósultak meg? Nem. Tehát, hogy azt mondják ott a térségben,
konkrét eset kapcsán is, hogy itt is volt valami nagy ígérvény, ígéret, és nem történt meg, vagy nem valósult? Persze, hát nem tudunk arról, hogy a CKÖ vezetőket egyébként főállásba vették volna, persze, hogy nem valósult meg. Ezek hazugságok. Hát az ügynek biztos, hogy lesz folytatása. Köszönöm szépen, hogy itt volt.